De ő nem volt covidos. Én ezt tudom. Akkor az a baj, hogy itt legyen. És közrevágok. Ő nem volt covidos. De ezt maga tudja, hogy nem volt covidos? Maga tudja, hogy nem volt covidos? Az egy dolog, de a covid-egységre érkezik. De akkor tessék nekem mondani, hogy a papírra ne írják, hogy covidos. Igen. Ez nem bűncselekmény? Nem bűncselekmény, a covid-egységre érkezett, ha covidos, hanem igazoltan covidos. Akkor is covidos. Nálunk itt mi nem öltöztethetünk. Értem, tehát ha nem volt covidos, ha nem volt... Azt már tudom. Nem tudom. Tehát akkor még egyszer, ha nem volt covidos, akkor is covidosként könyvelik el. Igen, mert úgy hozzák le hozzánk már. Értem. Tehát, de mondjuk érteném őt, mint mondta, abszolút megértem, és fel is fogom, csak az a baj, hogy erre van egy szabályzat. Tehát itt nem volt. De nem kéne már kiállni maguknak a nyilvánosságért őszintén. Most komolyan. Maguk felesküdtek valamire. Igen, és hol az az eskü? Minket, hogyha én bármilyen formon bármit készülnék, akkor engem kirúgnának, és másfél millió rabont fizetnek. És az a 150 ezer pontos fizetés nagyon sokat ér itt. Vagy mennyit keres? Most őszintén. Hát, ér annyit a becsülete magának? Ezt nem én töltöm ki a papírokat. De ér annyit? A szabályzatot, viszont van négy kalkon, tehát azért nem minden. Hát tehát biztosan aki beoltassa magát. Hát, és beoltotta magát? Hát mi más választásom volt, hogy kirúgásnak, de nem mondhatok fel, tehát azt is megtiltották. Megtiltották, hogy felmondom. És mindenkire mondjuk azt, hogy covidos, ha nem covidos, akkor is. Magyarul ez az igazság. Hát, abszolút értem, hogy ezt is tudok érteni, de sajnos ez nem. Októbert megelőző három hónapban, tehát augusztusban, szeptemberben és októberben Müller Cecíliáék adatszolgáltatása alapján azt mondhatjuk el, hogy az új fertőzöttek közül 48%-nyian voltak az oltottak, és 52%-nyian voltak az oltatlanok. Tehát ez három hónap összesített adata, és egészen a közelmúltból való. Tehát az, amit Orbán Viktor mondott, hogy a vírus majd lepattan, az oltottakról, az nem igazolódott be. Sőt, az oltási akció héten már arról beszélt Merkeli Béla a közszolgálati tévében, hogy a kétszer oltottak is fenntartották a járványt, és ezért van szükség a harmadik oltásra. De vannak ennél durvább hazugságaik is, tisztelt képviselőtársaim, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. A Szent János Kórház Covid osztályáról van szó, amelynek az egyik műszakvezető orvosával az egyik fideszes önkormányzat, a Hegyvidéki Önkormányzat közölt egy interjút, és a nyomtatott labban megjelent dr. Horváth Benedek részéről kétszer is az az állítás, hogy a kórházba beérkezett betegek, tehát akik kórházi ápolásra szorulnak, azoknak a kétharmada oltott. Elmondta az orvos, a műszakvezető orvos, hogy ennek a hullámnak az elején még igen jellemző volt, hogy az oltatlanok voltak többségben, most már a hozzájuk beérkező betegeknek a kétharmada oltott. És önök mit csináltak? Ez a fideszes önkormányzat mit csinált? Megoszthatnánk az online verzióját is az interjúnak, ha változatlanul közölték volna. De megváltoztatták. Pont ezt a két részt megváltoztatták, és az online verzióba nem került bele az, amit a nyomtatott labban megjelentettek a dr. Horváth Benedekkel végzett interjúban. Én elhiszem, hogy rém kellemetlen önöknek, hogy ez a konkrét eset, ez a konkrét adatszolgáltatás a Szent János Kórházból nem illik bele az oltásról szóló kormányzati propagandába, de azért ilyen mértékben, ilyen átlátszó módon hazudni és hülyének nézni az embereket, az mégiscsak felháborító. De említhetném azt a budaörsi házi orvost, aki a Buda környéki televíziónak nyilatkozott a saját praxisában tapasztaltakról. Kettő hét alatt az ő praxisában 42 Covid pozitív esetet azonosított, és amikor ott is megkérdezte a riporter, hogy ezek között mennyi volt az oltatlan, hogy a többsége oltatlan-e, akkor azt mondta, hogy nem. És a riporter is megdöbbent, hogy nem. És elmondta az orvos, hogy nem, a 42-ből 3-4 volt oltatlan, nem 3-4 volt oltott, 3-4 volt oltatlan, a többiek 2-3 oltással jelentkeztek az orvosnál. Tehát ebben a házi orvosi praxisban, a mostani hullámban a jelentkező betegek 90%-a 2-3 oltással rendelkezik. És ezek ismeretében a kormány azt írja,
hogy az oltatlanok mások életét is veszélyeztetik. Hát kérem szépen, hogyha önöknek ezt elbírja a lelkiismerete, akkor az úgy látszik, hogy nagyon sok mindent elbír.